Ilyen piros kalapja van a légyűrű galócának. A gyilkos galóca, ami életveszélyes mérget tartalmaz, másképpen néz ki, és nem szabad elfogyasztani, mondja a szakértő. A galócákra jellemzően van ugye gallérjuk, ugye bocskoruk, illetve a gyilkos galócának ilyen zöldes, barnás, olajzöldes színe van, de akár kifakulhat ilyen fehéres színűre is. Ha ez a fajta mégis a tányérunkba kerül, akkor annak komoly egészségügyi következményei lehetnek. A gyilkos galóca mérgezés most már szerencsére viszonylag jól kezelhető, de ugyanúgy előfordulnak halálos mérgezések, ugyanis ugye a gyilkos galócánál a mérgezésnél hosszú a lappangási idő, és amikor már ugye a tüneteket produkálja az ember, akkor már lehetnek visszafordíthatatlan következmények is, ugye májkárosodás, vesekárosodás. A szakértő azt mondja, fajtánként külön gyűjtsük a gombákat, mert ha mérgező kerül a többi közé, akkor az egészet ki kell dobni, mert a letörött, levált kisebb darabokon keresztül bejuthat a méreg szervezetünkbe. A begyűjtött gombákat mindig vigyük el vizsgálatra. Pécsen erre a vásárcsarnokban van lehetőség ingyen. A tapasztalat szerint egyre többen gyűjtenek gombát a szezonban. A tavalyi évben több mint 12 000 alkalommal hoztak be hozzánk gombát vizsgálni. A pécsi vásárcsarnokban minden nap lehet jönni gombavizsgálatra szezonba, reggel 5 óra és 13 óra között hétköznap, és vasárnapi napon 17 és 19 óra között is adunk lehetőséget a gombászni vágyóknak és a lelkes családoknak, hogy behozzák a begyűjtött gombát. Nagyon fontos, hogy mit és hogyan szedünk össze az erdőbe, és hát a legfontosabb, hogy mindent vizsgáltassunk be. A vásárcsarnok erre lehetőséget ad. Most pedig egy kiállításon mutatják be a magyarországi gombafajtákat a vásárcsarnokban. Június 15-ig láthatják a Debreceni Természettár gyűjteményét, amelyet az ország több vásárcsarnokában bemutatnak az érdeklődőknek. Ezzel segítve a felkészülésüket a gombagyűjtő szezonra.